A földeknek tavasszal sok tápanyagra van szüksége, hogy beindulhasson a növények fejlődése, és hogy a növekedési szezon során is legyen miből gazdálkodniuk. A kora tavaszi vetésű növények magjait legkésőbb március végéig, április közepéig a talajba kell juttatni a gazdáknak. Az alapművelés e növényeknél lehetőleg ősszel történjen meg a téli fagyok beállta előtt. Sajnos az elmúlt években többször kényszerültek a földhasználók a tavaszi alapművelésre az őszi túlzott csapadék bőség miatt. A mögöttem lévő terület az vetetlen, de megművelt, tehát ugye ki van szántva, itt kukorica volt, ezt sikerült még időben betakarítani, kiszántani. Belvízelvezető árkokat is húztunk, tehát igyekszünk fölkészülni minden esetőségre, aztán néha sikerül, néha nem. Azért a tavaszi munkák még váratnak magukra. Klasszikusan ilyenkor a fagyott földön már starter talajelő visszapótlásba dolgoznak a gazdák. Hát most nem lehet, mert nem bír el a föld. Még gyalog se nem hagy a gépeket. Tehát már látszik, hogy csúszni fognak a tavaszi munkák is, ugyanúgy, mint ahogy csúsztak az őszi munkák is, és itt a, én azt mondom, hogy a vetések a körülményekhez képest jó minőségűek, inkább a terület csökkent le, tehát sok olyan terület maradt vetetlen, amit előkészített ugyan a gazda, de a magas talajnedvesség miatt nem tudta már elvetni, hát majd annak a helyére tavaszi fog kerülni. Ez azt is jelentette sok esetben, hogy a vetésszerkezet részleges átalakítására kényszerültek, az őszi vetésű kalászosokat kellett tavaszi vetési növényekkel kiváltani, amennyiben időben sikerült vetésre alkalmas magágyat előkészíteni. Most azért mind a kalászos, mind a kukorica, mind a napra forgó, a repcára nem annyira, de a többi az most nagyon kiugrott. Azok a gazdák, akik meg tudták azt tenni, hogy tárolják és nem azonnal adják el, azok most egy plusz bevételre tudtak szert tenni. Ezzel tudnak egy kicsit javítani a technológiai színvonalukon, de még a párna cihában nem hiszem, hogy ebből lehetett volna dugni, hiszen az előző évek nagyon sokat vittek el. Hát a gazda az ilyenkor újra ráköti a földre, gyakorlatilag egy évig kockáztat, hogy legyen majd bevétele, addig ezt tudni kell finanszírozni. Hát ez ilyen a mezőgazdaság. Változni fog természetesen valamennyire az összetétel, amúgy minden évben változik, hiszen a támogatási rendszer és a józan paraszti és a szakma is azt kívánja, hogy a klasszikus vetésforgót próbáljuk betartani, hiszen nem véletlenül lett ez kitalálva, megalkotva, megfigyelve, hogy melyik növény melyik után a legjobban termeszthető, a legnagyobb hozammal, a legkisebb költségráfordítással. Aki ezt követi, annak a gazdálkodása látványosan lehet más és szebb, mint azé, aki nem ezeket az elveket követi. A tavaszi alapművelés többnyire szántás kényszer, tudatosan tehát ne alkalmazzuk tavaszi vetésű növények alá sem. Az öntözés támogatás az folyamatos, tehát a kormány, azon belül a mezőgazdasági kormányzat zászlajára tűzte az öntözésfejlesztést. Ezt tudni kell, hogy nagyon tőkeigényes folyamatról beszélünk. Itt Karcagon egy pici előnyünk van, hiszen itt az öntözéses termelésnek, az öntözéses kultúrának van hagyománya. Nagyon sok csatornával rendelkezünk, amelyet újjá nem kell építeni, de felújítani. Igen. Különböző szántóföldi öntözéses technológiák vannak a telepített gépektől, a emberi erőt igénylő mozgatható gépeken keresztül, akár egy intenzív levegő gazdálkodásnál az árasztásos, vagy ugye a rizs termesztés, ami talán tudják, a nézők talán kevesen, hogy karcagi határban 15 ezer hektár berendezett rizstelep volt, ebből 10 ezer hektár minden évben be volt vetve, plusz a csatornák vízfelülete, hát abban az időszakban volt asszály, de légköri asszály sosem. Most viszont fordítva tapasztaljuk, hiszen a rizstermesztés nagyon visszaszorult, tehát még úgymond jó években sem ér el a 2000 hektárt. Épp ezért most már inkább a légköri asszályt tapasztaljuk sokszor. Számtalan olyan példa van, hogy a termény lába a vízben áll, mégis látszik rajta, hogy killódik, mert nem tud annyit elpárologtatni, mint amennyit a napsütés igényelne.
Tehát egyrészt az öntözésben folyamatosan mennek a fejlesztések, másrészt hát várható, még most pontosan nem jelent meg a keretszámokat, azt már látjuk, hogy országos szinten egy nagyon komoly beruházás támogatást tervez a kormány. Várható itt a tisztítókapacitások, a tárolókapacitások bővülése, hiszen azért az esetek többségében a betakarításkor mindig alacsonyabb az ár, mint később. Ugyanakkor a tárolásnak van költsége, tehát hogyha az áremelkedés ezt a költséget meghaladóan jelentkezik, akkor ez egy plusz profitot termel, de mindenképpen az előállított áru minőségének megőrzését szolgálja. Visszatömörödésre hajlamos szikeseken előfordulhat, hogy az őszi szántást újra meg kell ismételni, mivel a termőréteg a tél folyamán összeáll. Ártereken, mélyfekvésű területeken a télvégi, koratavaszi belvizek miatt lehet szükséges az alapművelés megismétlése. Ha az őszi vetések a tél folyamán meggyérültek, szintén hasznos lehet az újólagos művelés, a mélyforgatást ekkor lehetőleg kerülni kell.